Többek között értelmi, szociális és érzelmi képességeket is erősít a zenélés, ezért előnyös, ha egy gyermek nem csak hallgatja a zenét, hanem játszik is valamilyen hangszeren. Az egyik legkedveltebb hangszer még mindig a zongora, a nyíregyházi Vikár Sándor zenei alapfokú művészeti iskolában is ezt a hangszert választják a legtöbben. Közel 250-en tanulnak az intézményben zongorázni. Az országos művészeti tanulmányi versenyek közül a zongora versenyt 3 évente szervezik meg, idén már 14. alkalommal mérik össze tudásukat az ország legjobb fiatal zongoristái Nyíregyházán. Szigorú szabályozása van, hogy milyen műsorral tudnak részt venni a versenyen, van kötelező anyag és van szabadon választható. Az országban összesen 7 helyen volt területi válogató, amiből összesen 71 növendék jutott be ebbe az országos döntőbe, ami 42 iskolából jött össze, és 63 felkészítő tanár áldozatos munkája révén. Az ünnepélyes megnyitón Boros Misi a Virtuózok című komoly zenei tehetségkutató műsor kicsik korcsoportjának győztese is játszott. Díszhangversennyel és teltházzal kezdődött az országos zongora verseny. 3 évvel ezelőtt nyertem meg itt a zongora versenyt, ugye ez a Nyíregyházi országos zongora verseny, a kiemelt első díjat kaptam, ez 2013-ban volt, az nagyon nagy élmény volt számomra, hogy itt lehettem, és akkor elhatároztam, hogy egyszer majd muszáj lesz, hiszen annyira tetszett ez a hely, Nyíregyház a gyönyörű város, úgyhogy élmény volt itt lenni, és most nagyon örülök, hogy itt megkaptam a lehetőséget, hogy a megnyitón játszak, mert tényleg gyönyörű hely, és jó itt lenni. Boros Misi felkészítő tanára több pécsi diákkal érkezett a versenyre, szerinte fontos a megfelelő darab kiválasztása. Nyilván a tudást figyelembe kell venni, de azért a növendék egyénisége sem maradhat alul, meg az a tanári szempont sem, hogy mindenből fejlődni kell, és hogy a különböző karaktereket is meg kell tanulni, mint egy színésznek, hogy egyszer kiáltok, egyszer suttogok, egyszer drámai vagyok, egyszer pedig nagyon bensőséges. Egyébként ebben az évben egy kicsit nehezebb a második, harmadik korcsoportosok műsora, mivel 2 fordulóssá vált a verseny, és ez azért nehezítette a felkészülést is, nyilván több művel, több időben kellett foglalkozni. A díjkiosztó ünnepséget és gálahangversenyt március 20-án vasárnap tartják majd a nyíregyházi Vikár Sándor zenei alapfokú művészeti iskolában.